Kelet-Ukrajna lakossága és a katonák is bíznak abban, hogy bár a konfliktus veszélye szörnyű és ijesztő, az ország felkészült az esetleges orosz invázió visszaverésére. Harkiv lakói félnek, de készek harcolni a szabadságukért. Az ENSZ főtitkára szerint a világszerte fellánguló válságok, feszültségek miatt a világ ma rosszabb hely, mint 5 évvel ezelőtt volt. António Guterres az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban úgy fogalmazott, egészen világos, hogy nem szabad, hogy katonai beavatkozásra kerüljön sor. Meggyőződésem, hogy a problémákat diplomáciai úton kell rendezni. Természetesen minden invázió, amelyiket egyik ország egy másik ország ellen intéz, ellenkezik a nemzetközi joggal. És nagyon remélem, hogy ebben az esetben ez nem is fog megtörténni. Meggyőződésem, hogy nem történik meg, és bízom benne, hogy igazam lesz. Oroszország november óta becslések szerint 100 000 katonát helyezett az ukrán határmenti régióba. Moszkva ragaszkodik hozzá, hogy a NATO ne terjeszkedjen tovább keleti irányba. Ukrajna ne léphessen be a védelmi szervezetbe. Sőt, a NATO vonja ki erőit Romániából és Bulgáriából is.